Szabad gondolat közös dolgainkról. Ahogy azokról még nem beszéltek. Szabad gondolat. Köszöntöm Önöket, Pálamanda nevében is, én Nagy György András vagyok. Maga a szerző meséli el a történetet. E-mailt váltott egyik barátjával, és lemondta a találkozás vele, mivel hogy még írja a Magyar Politikai Fejlődés Logikája című könyvét. A válasz az volt, hogy ha bármi fejlődést vagy logikát látnál benne, az meglepne. Csizmadi Ervin ezt is tovább gondolta. A végeredmény több száz oldal lett, a témában talán kevésbé megszokottan, Mutat jelentés, jövőt is felölelve. A kötetről mi magunk is gondolkodunk, méghozzá három tételben. Most az első következik. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Méltányosság Politika Elemzőközpont igazgatója volt a vendégünk. Vigyázó szemetek Párizsra vessétek! Bacsán János Sura még a francia forradalomra és Napóleonra vonatkozott, hogy annak a vonzásában született. Mindenkornak megvolt magyar szempontból a maga a francia forradalomja és Napóleonja? Mindjárt egy nehéz kérdés az elejére. Ugye arról van szó, hogy mi úgy nőttünk föl a mi nemzedékünk, meg szerintem az utánunk jövők is, hogy mindig azt gondoljuk, hogy valóban a vigyázó szemünket egy külföldi országra kell vetni. Nekem az az érzésem, hogy nem is annyira a francia mintára, tehát Bacsányinak lehet, hogy a maga korában igaza volt, de igazából az angol száz minta az, ami az uralkodó. És azt jelenti tehát ez a szemfüggesztés, hogy minél több dolgot vegyünk át Nyugat-Európából, ami ott úgy mond működőképes. Például ugye ez volt az 1989-90-es rendszerváltásnak is a fő gondolata, tehát hogy legyünk olyanok, mint a nyugat, és a nyugat alatt általában a magyar közvélemény az mindig az Egyesült Államokat és Angliát érti. De ennek mi az oka, hogy pont ez az angol száz orientáció honosodott meg? Szerintem az az oka, hogy van, van egy nagy minta előttünk, ez pedig az 1830-as, 40-es évek, tehát a reformkor, amikor a magyar értelmiség először jut ki tulajdonképpen tömegesen Angliába, gondoljunk arra, hogy Széchenyi például ugye Angliába utazik ki, ott ismerkedik meg ugye Adam Clarkkal, stb., stb. stb. aztán Lánchíd és így tovább, illetve jó néhányan eljutnak az Egyesült Államokba is, és akkor rácsodálkoznak arra, hogy Úristen, az Európán kívüli világ az, az meg mennyi érdekességet tartogat nekünk oda már Széchenyi érdekes módon nem jutott ki, tehát ő nem kapott csak egy kicsit később útlevelet. Hát, hát igen, ő pedig ugye kvázi menekülési útvonalként, hogy úgy mondjam. És soha nem az van, bocsánat, még egy mondat, hogy, hogy mondjuk Európából bennünket érdekelne mondjuk Dél-Európa, tehát mondjuk Portugália, vagy Spanyolország, vagy Görögország. Ez valamiért soha nem került a magyar értelmiség, vagy a magyar társadalom körébe. Amikor itt Magyarországon az európai integrációról volt szó, hát akkor két dolgot szökeztek le. Egyrészt mindig éppen öt év múlva csatlakoztunk az Európához, másrészt pedig legalább 6 hét vagy 8 féle becslés volt arra, hogy hány évtizeddel vagyunk lemaradva ebben, abban, meg amban. Ez is ilyen jellegzetes magyar szokás, vagy azért ebben van némi igazság is. Hát egyfelől jellegzetes magyar szokás, másfelől van benne igazság, tekintettel arra, hogy ugye mi soha nem vagyunk szinkronban a világgal. Tehát igazából, amikor én megírtam a könyvemet, akkor engem is az izgatott ebben az egészben hogy, hogy ez valami magyar átok vagy, vagy, pedig valami más, és akkor arra jutottam, hogy a reformkortól kezdődően mindig bennünk van ez, hogy legyünk olyanok, mint ők, hangsúlyozottan, tehát ez az angol száz világ. A francia világ azért, most így a napokban olvasom, hogy a Macron elnöknek mennyire negatív véleménye van Orbán Viktorról, folyamatos ez, hogy a franciák valahogy nem tudnak velünk kijönni, vagy mi nem tudunk a franciákkal kijönni, sok mindent lehet, hogy átszerettünk volna venni, de ez ez, ez nem működött és és valahogyan ez benne van a magyar hagyományban, tehát hogy ezt érzékelik, ezt a 30-40-50 éves lemaradottságot, és mindig az a szándék, hogy akkor ezt ledolgozzuk. Csak ugye az én nagy kérdésem az, amikor gondolkodtam ezen a témán, végig az volt, hogy mi az, amit le lehet dolgozni, mondjuk egy rendszerváltás eredményeképpen. Mert viszonylag egyszerű dolog az, hogy mondjuk létrehozzuk azokat az intézményeket, amelyek ott is működnek Nyugat-Európában. De azt az értető szellemet, ami Nyugat-Európát Végül is Nyugat-Európával teszi, amit én ilyen társadalmi szellemnek tudnék nevezni. Tehát egy ilyen alulról jövő aktivitás, egy bizalom, egy, egy összetartozás, stb. stb. Ezt borzasztóan nehéz rendszerváltásokkal létrehozni. És hogyha a hallgató is végig gondolja, amit a, a magyar történészek nekünk bemutattak, hogy hány rendszerváltás volt Magyarországon az elmúlt 150 évben, mindegyiknek az volt a célja, hogy közelebb kerüljünk a fejlett világhoz, és akkor mi történik, van-e rendszerváltás, és utána ugye nagyon rövid idő alatt kiderül, hogy átvettük ugyanaz intézményeket, de ezt a társadalmi szellemet nem nagyon sikerült adaptálni. És szerintem ez a magyar. Hát, sajátosság talán, ami ami a legszembetűnőbb, hogy hogy mindig ugyanaz ismétlődik. Akkor ezért fontos egy politológusnak ismerni a múltat, hogy észrevegye azokat a mintákat, amik folyamatosan vészhelyzetekben vagy stresszhelyzetekben előjönnek a magyar társadalomból? Igen, mert szerintem itt Magyarországon van egy ilyen furcsa felfogás, hogy a politológiának az a feladata, hogy elemezze azt, hogy mit mondott tegnap a miniszterelnök, vagy egy politikus, vagy nem tudom micsoda, és akkor politológusok légiói ugye ezzel foglalkoznak. Most én azt tanultam az én szakmámról, a nyugat-európai szerzőktől, hogy a politológusok régi korokról is írnak. Mernek írni, és nem az van, hogy ezt a terepet átengedik a történészeknek, mert miért is kéne átengednünk? Hát Hogyha mi átengedjük a történészeknek, akkor ezzel mit mondunk? Azt mondjuk, hogy a történelem az csak események láncolata. És akkor a történész nekünk szépen elmondja, hogy volt első világháború, utána jött Trianon, utána jött második világháború, utána a Rákosi rendszer. Na most a, a politológiahez rengeteg dolgot tud hozzátenni, épp az, amit kérdezett, tehát hogy milyen minták voltak. Tehát hogy működött a politika régi időkben? Mit jelentett az, hogy parlamentarizmus? Mit jelentett az, hogy pártok közötti küzdelem? Mit jelentett az, hogy a társadalom a régi Magyarországon is körülbelül úgy működött, mint most, és akkor is az volt a probléma, hogy nincs társadalmi aktivitás, nincsen közélet. Nehéz rábírni az embereket arra, hogy kiálljanak fontos kérdésekben, ami teljesen különbözik a nyugat-európai mintától. Tehát engem nagyon izgatott az, hogy politológusként igenis hozzá kell szólni ezek ezekhez a dolgokhoz, mint egy mintát kell nekünk is adni, esetleg az utánunk jövő politológus nemzedékeknek, hogy bátran nyúljanak ezekhez a témákhoz hozzá, mert rengeteg mindent nem tudunk saját magunkról. És akkor nem csodálkozik rá a politológus ilyen esetben, hogy adott ügyeknél hát visszaköszönnek régi minták, ugye sokan megint beszélnek urambátyám rendszerről és hasonlókról, amik ugye régi, mondjuk a horti rendszerre volt jellemző, Egyesek szerint. Hát én talán már a rácsodálkozáson túl vagyok, mert elég régen foglalkozom ilyen dolgokkal. Éppen az az izgalmas benne, hogyha valaki ma rácsodálkozik erre, akkor semmit nem ért a magyar politikának a, a működéséről. Tehát, tehát én, hogy mondjam, hogyha meg kéne fogalmaznom a legfontosabbat, hogy én miért vágtam ebbe bele, akkor az, hogy valami fajta szembesülés saját magunkkal. Tehát szerintem mi 1990 után ezt a dolgot elengedtük. És mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy vége a történelemnek. Kiléptünk belőle, minden a jelenben fog történni velünk, és nem érdekes a továbbiakban a, a múlt. Már és hogy a múltat én... lezártuk? A múltat lezártuk. Nem akartuk történet. eltörölni, mert az egy másik történet volt? <laughs> hát bizonyos értelemben ez egy nyugati mintaátvétele átvétele voltám. Tehát nem csak a, a, a magyar, azért, hogy akkor a, a múltat lezárjuk, hanem ugye a Francis Fukuyama-nak volt ugye a híres munkája, ugye a történelem vége. Ő tett a mondat a végére. És tényleg úgy kezdtünk el viselkedni, hogy a demokrácia az egy vadonat új valami és az pontosan olyan lesz, mint amilyen a nyugat-európai demokráciák. És akkor én menet közben egyre inkább azt éreztem a 90-es évek második felétől, hogy, hogy az a magyar demokrácia, ez, ez egy csomó tekintetben a magyar történelem mintáit kezdi produkálni. Például a csak egyet mondjak, vagy kettőt mondanék, az egyik maga ez, a, ez, a, ez, az Európához való viszonynak a kérdése. Ugye, hogy nagyjából ugyanoda jutottunk vissza, mint ahol a régi magyar történelemben voltunk, hogy ilyen ambivalens ez a viszony. A másik pedig a pártok, a pártrendszer, hogy ugye sok pártrendszer volt kezdetben, váltogazdálkodás volt kezdetben, és aztán ugye már eljutottunk oda, hogy lényegében egy ilyen megszorított egy pártrendszer van, amiben ugye leválthatatlan hatalom van. Ez a magyar történelemnek egy olyan kiugró mintája, hogy mindig ez volt engem. Ez már régen is érdekel, de most, ahogy így szisztematikusan végignéztem, azért az elég megdöbbentő, hogy tele van a magyar történelem kétharmados vagy három egyedes kormányokkal például. Ennek mi az oka? Egyfajta nemzetkarakterológiai jellemző ez, vagy a turániátok, vagy egy igény, ami a magyarságból fakad, magyarság lelkületéből fakad? Hát, na pont ezért is gondoltam, hogy erről írni kell, hogy ez az átok szemlélet, ez egy kicsit árnyaljuk már ezt a dolgot. Tehát, Tehát ez egy normális dolog Aha. akkor? Igen. És csak mi tekintünk magunkra ah, ilyen negatívan. Igen, mert ugyanis ugye itt, itt a könyvemben is én, én nagyon-nagyon tisztelem Bibó Istvánt, és hogy ki vagyok én, hogy őt kritizáljam. Ugye? De a Zsákutca elméletén azt gondolom, ami ugye főleg az ő munkásságával indult, és nagyon sok más magyar szerző is van. Tehát mindig ez, hogy mi ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, amolyanok vagyunk. És én pedig határozottan ebben a könyvben azt mondom, hogy ez egy normalitás a magyar történelemben. Tehát, hogy mi tulajdonképpen Európával is ilyen ambivalens viszonyban vagyunk, hadilában állunk, hol, mint a követőek akarunk lenni, hol, esetleg ettől elszakadunk. Vagy például az is egy normalitás, hogy, hogy nálunk valahogyan mindig egy ilyen, egy ilyen nagypárt jön létre egy mamut párt és eluralja a terepet. És. Ö, Azért merem ezt mondani egyébként, hogy normalitás, mert van egy másik dolog is, amiben gyengék vagyunk szerintem, és ez pedig, hogy fogalmunk nincs, vagy nagyon kevés fogalmunk van már a környező országokról is, amelyek körülvesznek bennünket, és Nyugat-Európáról is. Tehát, tehát Mint én... hogy átélt. Élményünk ezzel kapcsolatban. Átélt, nem? de úgy is mondhatnám, hogy hát, ha tetszik, olvasmányélményünk. Tehát, hogy, hogy mi tényleg azt gondoljuk, hogy mi valami ilyen átok nemzet vagyunk, amelyiknek soha semmi nem sikerül. Én a 19. században megnéztem, összehasonlítottam más, akár környező országokkal Magyarországot, és azért arra jutottam, hogy például a magyar parlamentarizmus nem volt rosszabb minőségű, mint sok más országnak a parlamentarizmusa. Például, mondjuk vegyük azt, hogy mondjuk az a korabeli Németországban, Bismarck időszakában például a parlamentarizmus hát finoman szólva korlátozottabb volt, mint a magyar. És mondjuk az olasz idézőjelbetett parlamentarizmus sem volt semmivel sem jobb. Tehát valamikor ez kialakult ez a dolog, hogy zsákutca, és akkor ettől kezdve ezt a zsákutca dolgot minden helyzetre alkalmazni szeretjük, vagy tudjuk, ami, ami szerintem egy kicsit elhomályosította a látásunkat, és kiölte belőlünk a valódi érdeklődést. És ezzel nem megdicsértem ezt a helyzetet, megelőzendő esetleg a következő kérdést, hanem azt mondom, hogy ez a realitás. Tehát induljunk ki abból, De hogy nem vagyunk rosszabbak, vagyunk vagyunk vagyunk. nem vagyok jobbak, ilyenek vagyunk, és pont. I, hát olyan, nem pont. A pont akkor lenne, hogyha én le akarnám zárni ezt a dolgot, én ki akarom nyitni. Ezt, ezt egy vitatézisként kell felfogni, hogy tulajdonképpen én azt szeretném, ha végre reálisabban szembenéznénk a saját múltunkkal, tudni, a mostani jelenben is ugyanaz volt hát A mai korra is azt mondjuk, hogy zsákutcás, nem? És ettől kezdődően akkor én úgy veszem észre, mint hogyha erről a továbbiakban nem kellene gondolkodnunk, mert világosan megvannak a kategóriáink. A mostani kormány zsákutcába viszi Magyarországot. Ugye most már azt olvasom, hogy polgárháború lesz, mint ahogy a régi Magyarországon is ez néhányszor előfordul. És akkor, akkor ettől kezdve akkor azt kérdezem, hogy mi a politológus feladata a továbbiakban. Ez egy jó kérdés, de hát akkor erre nem nekem kell válaszolni <laughs> hanem egy politológusnak. Ebben a fajta képben ho hova lehet tenni a szerves, szervetlen, szigetszerű egyéb fejlődés elméleteket? Vagy ne is vegyünk ilyen elő elméleteket, ha adjuk a társadalomnak a képét olyannak, amilyen? Nem is, dehogy is, tehát hogy világosan érthető legyen. Tehát én, 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 azt akarom mondani, hogy, hogy szerintem itt 27 év eltelt a rendszerváltás óta, és kell nekünk egy új kiindulópontot találnunk ahhoz, hogy jobban megértsük saját magunkat. Tehát ez, ez egy csomó elméletnek az újraolvasását igényli. Én például ugye a könyvemben elég sok ilyen korabeli, régebbi szerzőt hozok elő, akiknek a gondolatait megpróbálom újraértelmezni, mert tele vagyunk nagyon jó szerzőkkel, akikről megint csak semmit nem tudunk. És ugye mondjuk akit meg jobban ismerünk, de, de őt is csak madártávlatilag, az például ott van Ötvös József, akit én is idézek ott a könyvnek egy pontján. És hogyha a mintakövetés ugye a témánk, akkor Ötvös József vagy egy tipikusan mintakövető szerző. Ugye 1846-ban megírja a Reform című munkáját, amelynek az első mondata ugye az, hogy Magyarország nem maradhat jelen helyzetében. Ugye akár ma is elmondhatná ezt a mondatot, és ez azért nagyon lényeges, mert ugye Ötvös talán az egyik első olyan szerző, aki felhívja a figyelmünket arra, hogy Magyarországnak a nyugathoz kell jobban csatlakoznia, és meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyeket addig évszázadokig a magyar elitek elmulasztottak különböző okokból, ugye? De ez csak az egyik lehetséges megközelítés. Nyilván fogunk beszélni majd majd más megközelítésekről is, de minden esetre, ez egy mintát ad a későbbiekre a tekintetben, hogy tehát nekünk mindig a nyugat, az angol száz nyugat a normánk. Az nagyon világos volt egyébként ötvös korában, és ezt talán kevesebben tudják a hallgatók, hogy volt akkoriban egy ilyen Európa alkonya hangulat. Tehát nem csak oszvát Spengler írta ezt meg a 20. század elején, ugye, hogy Európa alkonya, hanem az 1830-as, 40-es években. Nemzethalál is volt akkor. volt, de ez azért fontos, mert hogy, hogy az Amerikához való odafordulás megmagyarázza. Tehát, hogyha Európa megöregedett, ugye nagyon sok szerző erről írt akkor, elfáradt, és az Amerika friss mintái azok pedig bejöttek, és elkezdték azonnal vizsgálni a különböző utazók, akik oda kijutottak, hogy akkor mit, mit is jelent Amerika, és például mondjuk a vallásszabadság például, vagy az, hogy civilizált börtönök vannak Amerikában. Ugye ez például Kelet-Európában, vagy Magyarországon egy teljesen ismeretlen dolog volt, mert patkányokkal voltak tele ugye a magyar börtönök, és kimegy egy ember oda, és szembesül azzal, hogy úristen, ott a rabok milyen civilizált körülmények között vannak. Tehát Amerika ekkor jön be a dologba, és aztán ez öröklődik nemzedékről nemzedékről, hogy mindig Amerika a mi vonzás központunk, és szerintem ezzel mindannyian így vagyunk mind a mai napig. Az okozott-e ilyen egymásnak feszülést így a magyar politikai életben, hogy voltak, akik ilyen mintakövetőek voltak, tehát akik azt mondták, hogy az, ami Nyugat-Európa vagy az angol száz világban van, az, ami kimozdíthatja Magyarországot abból, amiben benne van, vagy pedig akik kritikusabbak voltak ezzel a fajta fejlődéssel? Ez az egyik vonulat, tehát ez a mintakövető vonulat. Talán ez a, ez a legerősebb, de megfigyelhető az a magyar történelme, hogy van egy hullámzás. Tehát, tehát mindig előjön a, a másik tábor is, amelyik azt mondja, hogy, hogy ez, a, ez, a, szolgai mintakövető. Istvánok és koppányok? Hát igen, azt is mondhatnám, csak ugye az István Koppány kettőssel az a probléma, hogy szerintem az nem fedi le ennek a dolognak a lényegét, mert itt arról van szó, hogy akkor az István volt úgymond a progresszív, a koppány meg a, meg a nem tudom micsoda, az elmaradott és a civilizátlan és a, és a keleties. A, a dolog szerintem nem így igaz, hanem úgy igaz, hogy a másik tábor is Európát akar. Csak a másik tábor nem, nem feltétlen mintakövetéssel akarja Európát, hanem én azt a szót használom a könyvemben, hogy mintaformálás, tehát hogy legyen hatása a mi országunknak is Európa fejlődésére. A koppány történetben ugye az a probléma, hogy a koppány úgy van beállítva, mint aki ezzel abszolút nem foglalkozik, és kvázi egy ilyen barbár régi világot akar föntartani. Tehát ennek semmi köze nincs ahhoz a valósághoz, amelyet én próbálok bemutatni. De az kétféle dolog, hogyha már felszálltunk az európai vonatra, akkor vasutasok akarunk -e lenni, vagy pedig azt mondjuk, hogy a mozdonyvezető az ellenség nem lehet kiiktatni ebből a, ebből a diskurzusból azt, hogy a felek ellenségnek fogják egymást tekinteni. Tehát nyilvánvaló, hogy aki a mintakövetésre esküszik, az, az azt mondja, hogy a másik tábor az, hát nem tudom én, az, az valahogyan nem... nem. Az nemzetietlen? Hát az nemzetietlen, vagy ilyesmi. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy ez a szó maga, hogy nemzetietlen, ez milyen jelentés változásokon ment keresztül, mert csak egy példát hoznék a magyar történelemből. Tehát nemzetietlenek mondjuk a reformkorban a konzervatívok voltak a liberálisok szerint. Mert ugye a liberálisok nemzeti liberálisok voltak, a konzervatívok pedig Habsburg barátok voltak, kvázi idegen érdekek kiszolgálói. Ma pedig milyen érdekes jelentés változáson ment a dolog keresztül. Ma ugye nemzetietlennek a liberálisok vagy a balliberálisok számítanak. A konzervatívok, vagy hát nem is tudom, hogyan lehet meghatározni mondjuk a mai kormányoldalt. Talán nem is pontos kifejezés ez, hogy konzervatív, mert valami más kategória talán jobban illene rá. Szóval ez is egy, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a külső környezethez való viszony mennyire benne van a, a magyar történelemben. És amikor én azt a szót adtam a könyvem címének, hogy logika, fejlődés logikája, akkor tulajdonképpen ez izgatott ebben, hogy hogy talán ez az egyik legvisszatérőbb logika hogy nemzeti és nemzetietlen közötti állandó küzdelem és, 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 tökéletesen mindegy, hogy milyen rendszerben vagyunk, kommunizmusban, vagy demokráciában, vagy monarchiában, vagy autokráciában, vagy ugyan ez a képlet előáll. Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, és ez sem magyar sajátosság olyan értelemben, hogy minden ország a saját múlt képleteit hozza újra és újra elő. Tehát a, a magyar fejlődés az úgy látszik nem tudott kitermelni egy olyan új pályát, amire átállhattunk volna, és, és nem tudom én, mi azon gondolkodnánk van, hogy akkor a liberális demokrácia az most jó, vagy nem jó, vagy vagy milyen, ugye? Mert, mert mert a magyar történelemben ez a kérdés úgy föl sem merült. Tehát a magyar politikai fejlődés, úgy én ugye amellett érvelek, hogy ez a szó használható egyébként a, 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 a magyar történelemre, az, az teljesen más pályán haladt, mint a nyugati, és szerintem ez is egy olyan dolog, amit jobban kellene értenünk, mint amennyire értjük, és mindig számon kérjük magunkon a nyugatosságot, de én egyébként ma már egy ilyen köztes kategóriát használnék Magyarországra, ami mindig nyugat felé tart, de soha nem éri el tehát valamilyen ilyen köztes forma. Tehát a magyar politikai fejlődés mozgatója az akkor a nyugatosság, a nyugatra való tekintés. Igen, mint fő tendencia, de mellette legalább ilyen erővel ott van az is, hogy Európát formálni. Tehát amit próbáltam mondani, tehát a nyugat és Európa ilyen értelemben a magyar gondolkodásban az nem le teljes mértékben egymást. Mert akik úgymond nyugatosak, azok tehát azt mondják, hogy legyünk olyanok, mint ők, akik azt mondják, hogy Európa, mint például manapság az Orbán kormány, csak szeretném mondani magunknak meg a hallgatóknak, hogy az Orbánizmust azt nem fogjuk tudni megérteni pusztán, hogyha a 90 utáni logikában nézzük. Az urbanizmus ennek a régi magyar fejlődésnek egy, egy, egy mondanám azt, hogy logikus végkifejlete. Tehát az, hogy, hogy mi nekünk, mi nincs hatásunk Európára? Mi szeretnénk, mint kis ország bizony formálni az európai gondolatot. Ez tökéletesen benne van a magyar történelem bizonyos vonulatában. Csak mi ezt abszolút nem ismerjük. Tehát tulajdonképpen én nekem az volt a szándékom, hogy ezt egy kicsit oda tenni, hogy, hogy például valamivel többet tudjunk erről. Például milyen okok vezettek oda, hogy ezt a fajta attitűdöt most kisajátítja tulajdonképpen az Orbán kormány? Tehát egy egyfajta ilyen abszolútizálása van annak, hogy formálnunk kell, valamilyen hatással kell. Hát a, a helyzet az, a hogy ö, szerintem a legfontosabb dolog ebben a tekintetben az, hogy nem volt eléggé teljesítőképes a magyar demokrácia az elmúlt 27 évben. Tehát nem, nem volt elég hatékony, nem hozott elég jót az embereknek ebből következően lehet azzal érvelni kifelé, hogy akkor mi egy új utat kezdünk, tehát megpróbálunk valami mást csinálni. Az Orbánék szerintem ebből ismerítkeznek, hogy úgymond a balliberális kormányok elrontották a magyar rendszerváltást, szolgai módon behódoltak a külföldnek, nem tudtak jó létet hozni, nem tudtak eredményeket produkálni, és egyébként sok tekintetben valljuk meg magunk között, hogy van is igazuk benne, ugyanis a demokráciák működésének lényege az, hogy valamilyen jólétet produkálnak. Szerintem demokrácia jólét nélkül az, az egy önellentmondás önmagában. Mert ugye mitől lettek akkora hívei a nyugati demokráciáknak 45 után, hanem attól, hogy jóléti államok voltak? És a magyar demokrácia kezdettől fogva ezt a szükségletet vagy igényt nem tudta kielégíteni. Ebből következőleg én érteni vélem, hogy Orbánék azt mondják, hogy akkor egy teljesen új lapot akarnak nyitni, és másképp kezdeni a dologhoz. Hogy mi a végeredménye a dolognak, azt hallgatók fantáziájára vagy megítélésére tudjuk bízni, de az biztosan benne van, hogy az zsákut, én is használom ezt a kifejezést, hogy zsákutca, ami mondjuk például 2006 és 2010 volt. Abban szerintem kevés ember vitatkozna, hogy az, az, az nem, nem, nem hozott eredményeket. Nyilván a magyar demokrácia kezdetén és azért adott esetben voltak irreális elvárások is, tehát azért alakulhatott ki ez a fajta magas szint, amihez képest nézzük azt, hogy mi most hol tartunk. De egyébként... Szóval a játékszabályokban is van sajátos magyar út? Én szerintem ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, ahhoz, hogy mondjam. Szóval sokkal mélyebben kellene értenünk azt, hogy ez a sajátos magyar út, amire most ön utal, ez ugye abból fakad, hogy itt mi beleléptünk a globalizációba. A globalizációnak ugye mi a, mi, a, mi a lényege? Hogy mindenkire egyforma normák vonatkozzanak, úgymond. Ha tetszik az Európai Unió, ugye miért kéri számon ma Magyarországon és Lengyelországon a mai helyzetet, hogy ők úgymond külön utas politikát folytatnak. De azért ez nem olyan egyszerű dolog, hogy néhány évtized, de még szó sem volt globalizációról. Ugye ne felejtsük el, hogy a rendszerváltás idején nemzetállamok álltak a terepen. Tehát csak azt akarom kihozni belőle, hogy ez egy hosszú, nagyon hosszú tanulási folyamat, a, hogyha el akarunk jutni oda, hogy ami a nyugatiaknak természetes. Mert hiszen ők teljesen más történelemből jönnek. Például a migráció. Például. A bevándorlók befogadása, hogy ezt Magyarországon is például így legyen. Ez egy, ez egy nagyon, hogy mondjam, hosszú folyamat, és én azt gondolnám, hogy hát ezt is érdemes megértenünk, hogy mi a csuda miatt van az, hogy az Orbán kormány például közli, hogy ő nulla bevándorlót akar befogadni. És még egyszer mondom, az, hogy meg akarjuk érteni, az nem azt jelenti, hogy szeretjük is. Tehát ez nagyon lényeges dolog. Csak én szerintem sokkal jobban járnánk, ha például ezekkel a történeti dimenziókkal együtt vizsgálnánk a mai kormánynak a politikáját, és nem pedig önmagában. Csizmadi Ervin, politológust hallották.